Na kérem szépen. Piros lámpa, és elkezdjük az idei évet. Nézzük, hogy ki mit vállal el. Hí, de meleg ez a pite! Na! Ne izgass már föl magad, mert... időskorodra ki fogsz borulni. Alonso! Alonso és Räikkönen elugrott itt ebben a valósban. Azt a mindenit! Új, de megjött! Azt a mindenit, hogy átment Hamilton fel! Azt a mindenit! És már megint ott csimpaszkodik Hamilton hátulja. Hoppá! Jaj, de szép! Tudod, itt nézek, hogy most... lesz a szivárvány. Na most tegyük meg pétjeinket, hogy kinyeri ezt az autós viadalt. Mit tudom én? Na. És már itt is vagyunk Bahreinbe. Ez az idei év negyedik nagy díja. Az időmérő edzés. Szállunk is be szépen a Lotusba. És megpróbáljuk magunkat a legelőkelőbb helyre bekvalifikálni. Ugye az előző nagydíjon sajnos már egy 10 rajthelyes büntetéssel fogtunk neki ugye az edzésnek, de most hál' Istennek nincs ilyen probléma. Jó, hát egyenlőre így állunk csapaton belül. Hát igen, gumink az nem nagyon kéne elcseszni. Én felrakom a 80%-ost. És... egy az teljesen jó úgy. Tegnap legalábbis elég jól muzsikált az a fajta beállítás, nem is változtatok rajta. Első, mint láthatjátok, nem valószínű, hogy lesz. Úgyhogy... én nem is nyúlok akkor is semmihez. Mindjárt megnézem még igaz a motort, hogy ez... 92%-os... ja, legyen 6 kör. Tudjunk menni pár gyors kört, ha arról van szó. Na, jól van, akkor gyerünk a pályára. Drive out-tal. Nézzük, milyen állapotban vannak így ezek a gumik. Remélem elég lesz arra, hogy azért a 17-be bekerüljünk. 17-be? 17-16-ba? Emlékszem a tavalyi játékkal, a Marussiás karrierben. Ez volt az a pálya, ami elég érdekes dolgokat produkált. Méghozzá a hosszú egyenes előtti ráfordítóban kis csapatokat kivéve mindegyik csapat kicsúszott, megcsúszott. És ezért akkor ott egy elég érdekes eredmény született. De hát ez tavaly volt. Remélem ilyen bug azért az idejében nem lesz. Hopp. Tegnapi szabad edzésen az első, amikor először jöttem ki, valamiért nem tudom, elfelejtette a kormánybeállítást a játék. Láttam, hogy van frissítés a játékhoz, még igazából nem néztem meg, hogy mit javítottak rajta. Ez a második update. Majd a holnapi versenyen majd nagyjából lesz rá időm úgyis, hogy elmondjam, hogy milyen javítás
eszközölt a Codemasters, de nézzük akkor. Ajaj, nem lesz így valami fényes. Már megcsúsztunk. Maldonado 1.37.2.14. Egyenlőre jobb az idő. Di Resta 1.36. 2.66-tal. Itt egyébként ez az a kanyar, amiről beszéltem az elébe, ahol kicsúsztak tavaly mindig. És ez már a célegyenes. Ajaj, nem a legjobb. Elmegyünk még egyre. A sárpik is enged. Csak már csúszik itt az autó valamiért. Fik! Bazd meg! Ez... nem volt túl kedves Piktől. Elhiszem én, hogy le akart húzódni, csak nem volt túl egyértelmű. Még az a szerencsé, hogy nem büntetett meg minket emiatt. Mindegy, hát Pik nem tölt össze. És már levezető körön volt. Hát csak így most nagyon necces nekem a állás, 14. vagyok. Nem nagyon akartam felrakni a lágy gumit így az első etapra. Az egyik Toro Rosso ment el. Ajajajajajajajaj, hát elég érdekesen kezdődik ez az edzés. Utolsó pillanatban gondolta meg magát. Jean-Éric Vergne szerintem ő volt az, bár lehet, hogy egy kiáldó, igazából nincs is jelentősége. Na, hát ezzel most időt vesztünk ugye, mert szárnyat kell cserélni. Mindjárt meglátjuk. Javítások készen vannak. Maradt még 7 percünk. Ajajaj, és 18-ak vagyunk. Na jó. Akkor nincs más lehetőség. Kimegyünk a 99%-os lágygumival. És flying lappal kezdünk, most nem megyek felvezetőkört. És akkor hadd szóljon. A computer showing sector 1 has been cleared.
menni kéne egy elég jó idő, csak ezek sárga szektor volt, majd valósan nincsen. Azt kéne, hogy itt kóboráljon valaki. Na, kezdődik megint gyerekek itt a kicsúszkálások. Jaj, pikk, és megint pikk. Úgy tűnik, hogy pikkel rám valamiért. Sárpik. Megpróbálom mindig a kigyorsításokat kicsit meghúzni kerszel. Ez olyan egyébként, mikor autóval is fogom és rákupungolok egy kicsit. Hadd törögjön fel. Ja Istenem! Webber! Hát mi az Isten van itt most? Hú, ez nagyon közel volt! Azt a betyár minden itt neki. Hát hol kóborolt Webber? Ráadásul... Jött vissza ideális ívre, hát... Jézus Mária! Jó, oké, ezzel már bejutottunk, nem koptatjuk tovább. Mindenki megőrült. Van der Gaard. Alonso az első. Megint sárga szektor van. Úgy láttam Kimi Räikkönen jön kifelé, aki sárga pötty jelzi, ugye ő a csapattársam. Ez jön éppen kifelé. Hát ha ilyen dolgok lesznek, itt egy bója egyébként a pálya közepén. Valaki elvitte, és az ott is maradt. Hát lesznek érdekességek így. Hát Webber nagyon meglepett. Az élet veszélyes volt. Na. Minden igaz, én nem szeretnék kijönni most így a Q1-be többször. Lássuk akkor, hát 20-an vannak kint, 22-ből. Alonso, Vettel, Rosberg, Button, Hamilton, én, Webber, Räikkönen, Massa és Hülkenberg az első 10. Hamilton most egy legjobb szektort produkált az első részben. Lila van neki. A kiesők egyelőre Vergny, Bottas, Bianchi, Pick, Van der Gaard, Chilton. Azt nézem, hogy ezek már sokkal erősebb körök, mint amit a szabad edzésen mentünk. Én ott azt hiszem 1.35-öt tud. Körülbelül nagyjából stimmel nekem a szabad edzéses köröm a most az időmérésekkel, és a többiek viszont nagyon gyorsultak, tehát Alonso 1.34-3.23-mal nagyon szép, majdnem egy másodperccel gyorsabbat ment, mint én például. De mindegy, tovább jutottunk most, az a lényeg.
hogy menjünk a második edzés etapra. Jól van, gumik állapota, nagyon fontos, 90%-os, nem rakjuk fel a 100%-osat még, ez még nagyon jó, 9%-ot kopott, úgyhogy az tűrhető, szépen mennek ki a többiek is, lehet, hogy egy picit várok most. Mindenki nagyon hirtelen megindult. És inkább nézem akkor így a monitoron, amit még mindig nem értek, hogy miért nem csinált meg a Codemasters, hogy lehessen látni egy pályaképet, ahogy mennek, és tudnám változtatgatni szépen, hogy éppen kit nézek. Időeredménnyel, mindennel együtt. Tehát ez úgy tűnik 2013-ban, ez ilyen hatalmas nagy programozói feladat lenne. Ez azért érdekes, főleg ugye már GP4-ben láthattátok a 2013-as moddal. Ennek az ég egyadta világon semmi akadálya nincsen. Na! Hát elég sokan kijöttek, 11-en. Most hallom, hogy valaki megint jön ki. Ugye Räikkönen indult el mellőlem. Lassan nekem is ki kéne indulni, és akkor még előttük ki tudok jönni. Ide ír a nagy boly. Na. Amíg sikerült kiérni, mielőtt idejött a nagy sereg. Kicsit bemelegítjük a gumikat, fékeket. Ez a kanyar, ez tud majd meglepetéseket okozni szerintem. Lesznek majd érdekes dolgok. Jó lenne még ezzel a szettel tovább jutni, úgymond. Az egyik Red Bull jön mögöttem, ha jól látom. Na és akkor innen kezdődik ezzel a hajad. Így van, Fetteli a leggyorsabb kör. ...1.34.119, megint tovább gyorsult, ugye Alonso 1.34.33-at ment az előző etapba, és azzal nyerte meg végül is a időmérőt. Thank you.
jó lenne a első 10-ből bekerülni. És a 9. Jajaj, ez széles. Viszont 6000-del gyorsabbak vagyunk saját magunknál. Nyolc ezreddel mentünk egy jobb időt, de igazából helyezést. Na, hát egyelőre nagyon rezeg a léc. Nem tudom, hogy hány kiállás lesz holnap. Mert... ugye még van egy érintetlen light settem, még van érintetlen kemény keverékem is, és elvileg két kiállással meg lehet csinálni a teljes távot. Hát nem tudom, majd kiderül, de nagyon-nagyon figyelni kell a gumikra. Hány darab szettünk van, meg mennyi marad. Ugye amit pénteken használunk egy szett, azt nem használhatjuk fel sem időmérőn, mert azt le kell adni úgymond. McLaren volt. Jól láttam akkor. Jó, üzemanyag is kibírta. Jól van. Hát, ez nagyon-nagyon éppen hogy csak benn vagyunk. Így Hülkenberg kitúrhat. Räikkönen 9., én pedig 10. vagyok. És van hátra 5 perc. Durván. Nekünk is sikerült megjavítanunk önmagunk rekordját. 1.34.904, ugye 1.35 alá bírtunk menni. Vettel pedig már majdnem 1.33-at ment. Vettel, Hamilton, Alonso, Massa, Rosberg, Webber, Perez, Button, Räikkönen és én. A két McLaren az kellemes csalódás.
Ops, Hamilton közben ment egy még jobbat. Egy 34.043-mal. És Alonso ment végre egy 1.34 alatt, itt egy 1.33.980-at. Gyorsulnak egyre jobban felfelé a srácok, úgy tűnik. Már most közel egy másodperccel gyorsabb Alonso, mint az én leggyorsabb köröm. Hát kockáztatok, én nem fogok már most kimenni. Hogyha 11. leszek emiatt, akkor nincs nagyon semmi baj, mert azt mondja, hogy van két light szettem, és van két kemény szettem is, úgyhogy tudok gazdálkodni. Ha viszont bennmaradok, akkor fel tudom használni az egyik lágyat még. Nem tudom, lehet, hogy a keményet kéne. Hát ez egy jó kérdés. Lehet a kemény szettel fogok rajtolni. Megyek vele egy kört a pályán. Fettel javított 1.34.025, Hamilton 1.34.030. Borzalmas, szoros. És már 11-ek vagyunk, Nico Hülkenberg ugrott be közénk. 3 perc. Aja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 j
akkor magam választhatom ki a gumit, hogy melyikkel rajtoljak, illetve nem kopott, zárójelben mondva ezt a kopott szót, nem kopott gumival fogok elindulni, nem 100%-os gumival. Úgyhogy én lehet, hogy akkor már, sőt, már nem is tudnék szerintem kijönni. Nem fogok akkor már így kijönni, mert nem hiszem, hogy az a 1-2 helyezés ez annyira sokat hozna, mint amennyit mondjuk a gumi a verseny alatt. Úgyhogy nem igen, nem fogok én már most így kijönni. Megelégszek ezzel a 11. helyjel, bár mondjuk Gutierrez ez nagyon messze van, ő 35-7-et ment, illetve Direzt a 35-9-et, tehát ő már egy másodpercre van tőlem is. Úgyhogy elvileg már nem veszélyes rám senki. Közben itt jön egy mentő. Na. Öten vannak még kinn a pályán. Köztük van a Räikkönen is. Áj, de sajnálom, hogy nem lehet látni, hogy milyen időket mennek. Nem lehet külső kamerából nézni az eseményeket. Már csak hárman vannak kint, szerintem Räikkönen is bejön. Nem hiszem, hogy ez gyors köre lenne. De, gyors köre, nézzük, javított-e? Nem, 34-864 még mindig. Akkor Räikkönen nem javított. És lassan le is jár az idő. Ugye ez még nem a végleges rajtrács, az majd ugye a Q3-ban derül ki, de viszont az első, ugye az utolsó 11-et azt így már lehet tudni. Hogy akkor kik fognak rajtolni.
de majd mi megnézzük a véglegeset. Na, hát akkor így alakult az eredmény. Alonso, Vettel, Hamilton, borzalmas szoros az első három. Massa, Rosberg, Button, Webber, Perez, Räikkönen, Hülkenberg. Tehát ők jutottak tovább a Q3-ba. És akkor kiestem ugye én, Gutierrez, Diresta, Sutil, Maldonado és Daniel Ricciardo. Jó, akkor ennyi volt egyelőre akkor az edzés, és akkor holnap meg tudom nézni. Jó, igen, nem sikerült, jól van. Na, jól van. Ne keseredj el. Nézzük, megmutatja. Nem mutatja meg. Jó, akkor el is búcsúzok, és akkor holnap a rajt előtt megmutatom a végleges rajtsorrendet. Na, addig is legyetek jók. Sziasztok!